Az első 130 ezer nagyon jó járműjük át, mennek az amerikai megszállási övezetbe, 47-ben után még 40 ezer, ők rosszul járnak, csak Kelet-Németországba küldik őket, ők NDK-sok lesznek. Korlátozott, mondja Hubay, mert az ország szuverenitása maga is korlátozott, itt vannak a szovjetek és itt van az MKP. Oké. Okay. A végrehajtó hatalom túlsúlyban van a törvényhozással szemben, így igaz, de ezt a törvényhozás adta át neki a rendeleti kormányzásra való felhatalmazással. Képviseleti demokráciát korlátozzák a közvetlen demokrácia intézményei, üzemi bizottságok és a nemzeti bizottságok, amiről itt volt szó, de gyakorlatilag az üzemi bizottság megmondta a tőkésnek, hogy mit ne csináljon. Ha azt mégis csinálta, akkor sztrájkolt. Rákosinak az emlékirataiban van egy ilyen zseniális mondat, hogy megnyomtuk a proletár gombot. Ez azt jelenti, hogy akkor intézkedtek és vagy kivonultak az utcára, vagy az adott gyárban azonnal sztrájkra. És ugye hát korlátosak az anyagi erőforrások is. Valójában azért ebből kimaradt egy nagyon fontos dolog, mert mindjárt látjuk, hogy mi, de tulajdonképpen a Hubaynak ezzel a korlátozott demokráciával van talán igaza a legközelebb, amit a demokrácia felfogás felől közelítünk, igen, tehát nagyjából így működött, de azért egy nagyon jelentős különbséggel. Ugye mi történik 45 és 49 között a magyar gazdaságban? 1946-ban a pengő, illetve 45-ben a pengő tengő. Nem annyit ér, mint 38-ban, 3,5-szeres inflációval, de azért a pengő még ér valamit. 1946. július 3-án vagyunk, 1 milliárd mil pengő. Azért az már nagyon szép, és ugye 1946. augusztus 1-én megszületik a forint, és 1 forint 10 a 24-en, azaz 1 kvadrillió pengőt ér. Gyakorlatilag nem volt a 20-as években tapasztalt átváltási probléma, nem volt mit átváltani. Totál értéktelen lett a pénz, ilyen az infláció történetében nem sok van. Ugye megszületik a forint, és hát ugye a forintnak már egy új címer van a közepén, tehát azért így történt valami nagyon nagy dolog ezekben az esztendőkben. Történt egy gazdasági rendszerváltás, történt egy politikai rendszerváltás, és az a kérdés, hogy jogrendszerváltás is történt-e? És ugye erre azt kell válaszolnunk, hogy persze, hiszen 49-ben más a jogrendszer, de ez az egyik a három közül nem igaz, vagy konkrétan nem úgy igaz, hogy összefüggésben hozható a másik kettővel. És ez a jogrendszer. Ez ugyanis nem a gazdasági folyamatok fejlődésének az eredményeképpen következett be, hanem a szószoros értelmében úgy, tanítványom ugye elképzelték egyszer, hogy milyen, hogy jött meg Magyarországon. A kommunizmus az meg volt nekik, hogy az Európai Unióba úgy léptünk, hogy szerdán még kapitalista ország voltunk, szabad kapitalista ország, csütörtök reggel nem voltunk az EU-ban. Na most ők úgy képzelték el, hogy így volt a kommunizmussal is, nem pontosan, de majdnem. Mi történik a gazdaságban, ezekben a hónapokban? Ugye az történik, hogy ez van Budapesten. 1945 tavasza, nyara, romokban az ország, katasztrófa. Két alapvető célkitűzése van ennek a szerencsétlen ideiglenes kormánynak, akinek a nyakán vannak a kommunisták, az oroszok, a szegénység, elkezdődik lassan majd az infláció, nincsenek források, nincs pénz nyomda, azt is elvitték. A szovjet csapatoktól kell pénzt kölcsön kérni. Nekik volt nyomdájuk is, pénzük is. Adtak. Olyan rendesek voltak. Újjáépítés és közellátás megszervezése, élni kell, és a jóvátételi kötelezettség folyamatos teljesítése, és őrült nagy összeget, 310 millió dollár csapnak ki Magyarországra. Erre később adnak a szovjetek halasztást, de az ettől függetlenül az első időkben keményen teljesíteni kell, és nem pénzt kell fizetni, az nincsen. Ipari termelést, terméket. Hogy oldjuk ezt meg? Úgyhogy az állam a gazdaság legfontosabb szereplője, és az egyetlen fizetőképes megrendelő. Mert ez frankon működik, és olyan nagyon jól működik, hogy az infláció felszökik az égbe, gyakorlatilag másfél év alatt, mert az államnak egyébként nincsen pénze, honnan lenne, nincs adóbevétele. Az állam nyomja a pénzt, kiadja a gazdaságnak különböző áttételeken keresztül, sokan milliárdosak lesznek, kicsit olyan, mint a rendszerváltás, és lelkesen tolja be a gazdaságba azt a pénzt, amiből a szovjet jóvátételt aztán sikerül teljesíteni. Az állam az egyedüli megrendelő. Ez egy borzasztó fontos dolog. Miért? Mert nincs piac, nincs konkurencia, nincs szabad piaci verseny, az állam a megrendelő.
A magyar ipar 75%-a, egyes iparágak 95%-a 1945 végén állami megrendelésre dolgozik, és a belső piacra gyakorlatilag nem neki semmi. Miért? Nincs anyag. Azt is az állam osztja el. Mi zajlik a gazdaságban? Beavatkozás a tulajdonviszonyokban. Hát ugye, felosztjuk a földet. Ahogy a törvény mondta, a magyar nép fősebb. Nem a kommunisták hozták, a koalíciós pártok. Földosztás, állami kezelésbe vétel, államiasítások, ez ugye 48-ig tart, folyamat több lépcsőre. Beavatkozás a vállalkozások működésébe, üzemi bizottságok alul, irányított gazdaság és kötőgazdálkodás föl. Az állam azokkal az eszközökkel, amivel egyébként a két háború közötti válságjogi eszközökkel a gazdaságnak belenyúlt, folytatja az állami beavatkozásnak a politikáját, és a joggal búzsba köti a vállalkozásokat. Árpolitika, anyagpolitika, adózás, később ez a bizonyos szárazút, amiről tulajdonképpen az előadás volt, beavatkozás a forgalmi viszonyokba, anyaggazdálkodás, közszállítási szerződések, jegyrendszer, begyűjtési rendszer, nem kommunista tanulmány, Jurcsek kollega találta ki a világháború előestéjét, ez a begyűjtési rendszer önmaradt, mezőgazdaság, később aztán még jobban szív, de ekkori szív, mert a mezőgazdaságnak szívnia kellett, ez minden kormánypolitikának a legközpontibb elemét tartalmazta. 1945-től megjelenik a száraz út, amiről megint szokás elfeledkezni. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a bolsevik elvtársak nem katagánnal vagy jól lemészárolnak mindenkit, hanem azt, hogy kiszárítják a gazdaságot. Tehát a gazdasági szereplőket olyan helyzetbe hozzák, hogy nem tudnak más csinálni, mint csődbe menni, vagy felajánlani az államnak a részvényeket. Államosít, elvesz, kiszúr, lerabol, mondanánk, de nem erről van szó. Közben ugye megváltozik a jog, gondolnánk. A legkiválóbb autorok mondják, hogy megváltozik a jog, és csak ugyan, valamennyire igen. Párközi alkok működnek, az MKP-nak komoly ráhatása van a gazdaságra, de még nem egyedül alkodó szereplő. Még alkudnia kell a többiekkel, sőt, elverik a választásokon, és elveszti a domináns pozícióját, a kisgazdák kerülnek ugye 56%-kal többséggel kormányra, az MKP benn marad a koalícióban, az érdekérvényesítési lehetősége katasztrofálisan lecsökkenne, ha a kisgazdapárt nem lenne olyan jóságos, és átadja neki a gazdaságot, méghozzá tárcát. Megalakul a gazdasági főtanács 1946 végén, aminek az elnöke a miniszterelnök. Amikor Tildy köztársasági elnök lesz, Nagy Ferenc lesz a miniszterelnök. Nagy Ferenc a gazdasági főtanács elnök, amikor Rácz Jenő, a későbbi pénzügyminiszter akar menni referálni, hogy miniszterelnök, hogy kérlek szépen felikér, hát akkor erről lenne a szó, Jenőke, menj te ezzel már máshova. Ez engem nem érdekel, ilyen hülyeségekkel gazdaság, hagyjatok engem békje. Nagy Ferencet nem érdekli a gazdaság, a saját stábját nem hagyja jóformán dolgozni, Vida István, a kiváló polgári közgazdász, aki aztán a Közgazdaságtudományi Egyetem, akkor még ilyen Marsz Károly, Berendi Ivánnak dolgozik, és remek plegykákat mond neki, ez is tőle származott, hogy elhajtotta ugye a miniszterét. Ő is kénytelen a kommunistákhoz vinni az ötleteit, a saját kormányát nem érdekli a gazdaságnak a helyreállítása, illetve érdekli egy valami nagyon, hogy osznák el a hatalmi pozíciókat. A gazdasági főtanácsnak Varr Zoltán lesz a vezetője. Idő? Jó, már nem sokáltal. És Varr Zoltán ugye remekül levezényli ezt is, ahogy a budapesti főpolgármesterséget is levezényelte, és a gazdasági főtanács révén megtörténik a gazdaságnak a talpra állítása, meg hát ugye megtörténik az inflációnak a megállítása is. Van egy koalíció, Nemzeti Függetlenségi Front, és ennek a Nemzeti Függetlenségi Frontnak a pártjai ezt mind támogatják, azaz ami akkor történt, közös és nem a kommunisták mesterkedése. Mi zajlik a jobban? Válságügyi szabályozás, nemzetgyűlés átengedi a jogalkotásnak a jogát, és jön Őrsi 10 évvel később. Azt mondja Őrsi, hogy a kapitalista jog két irányban mozdult el, ezt örököltük meg 1945-ben, az elsőben a burzsoá demokratikus forradalom vívmányai tartoznak. Megmondja, hogy mi ez. Földreform, politikai demokrácia, feudális és fasiszta törvények kiküszöbölése, konkrétan ez alatt a zsidó törvényekben megállapított hátrányoknak a
eltörlését és relatíve, aki még élt, a jóvátételét kellett érteni, és hát ugye a feudalista elemek, öröklési jog, családjog, törvénytelen gyermek, tehát van egy ilyen határozottan demokratikus és előremutató vonal, és a földreformot is ide kell sorolni, akármit is gondolnak róla, hiszen valóban a lép ősi gyújtsa. A második, ami a tönkretett és kifosztott ország gazdasági vérkeringésének újbóli beindítása. Erről volt szó idáig, hogy a gazdaság válságban van, a válság érdekében beavatkozott. Nizsalovszkitól származik ez a kifejezés, egy átrendező jog, ősi és világos rettetesen utálta és tiltakozott ellene. Nem, olyan nincsen, hogy átrendező jog. Olyan nincsen. Szocialista jog van, átrendező jog nincsen. Válságos sincs. Táblázatban összefoglalva, polgári demokratikus, választójó köztársaság, ezek büntetőjogi védelme, hozzátartozik ez a 46 évi első törvény, hozzátartozik a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény, fasiszta szabályok, feudális maradványok. Jön a következő blokk, a válságkezelés is. Itt van a meglepő dolog, hogy tulajdonképpen egyik oldalon állami vásárlás, a közvetlen beavatkozás, a forgalmi viszonyokban, az infláció megszüntetése, aminek az érdekében soha nem látott beavatkozás van a gazdaságban, mert készleteket gyűjtenek, mert visszafognak, mert tudatosan készülnek fel, jön a szárazút. Aztán a másik oldalon meg az államosítás, ami vagy a jogok államosítása, vagy a ténylegesen az különböző vagyontárgyaknak az államosítása. Először bányák, aztán különböző iparvállalatok, majd végül. És ugye 1947 végére az állami, még zárójelben a szocialista szektor túlsúlyba kerül. Miért? Mert még mind szocializmus. 47 végén jelenik meg a szocializmusnak az alapja, a tervgazdaság. De még mindig nincsen szocializmus, csak az gazdasági alapjai vannak meg, és aztán egyszer csak majd megjön az is. Mi történt? Nem a népképviseleti szerv hozta, demokrácia volt akkor. Az NKP-nak volt egy jövőképe, a többieknek nem nagyon, azt ő keresztül vitte tűzön vízen, de ha megnézed ebbe a történéseket, nem volt mesterterv. Tehát nem volt az a grand plan, hogy na most akkor előre megtervezték Moszkvába, adaptív módon a viszonyokhoz próbáltak igazodni, kihasználtak minden lehetőséget, megzsaroltak mindenkit, aki megzsarolható. A legnagyobb baj azonban az, hogy az FKDP átengedi a gazdaságot és ezzel a problémákat is. Tehát lemond arról, hogy befolyásolja. Nem húzta volna sokkal tovább, félreértés ne essék, mert nem ezen dőlt el Magyarország jövője, hanem a nagypolitikán. Itt most arról van szó, hogy hogy ment végbe a magyar rendszerváltás 1945 és 1948 között. Mindig jogi eszközöket használt, és ugye itt jön be a jognak a kérdése. Láttuk, jogszabályok. Több mint 3000 jogszabály szolgálta 3 év alatt ennek az egész rendszernek. Na de, ezek kapitalista jogszabályok voltak, válságjogi jogszabályok voltak, majd bejön a nagy tuli, 49-es alkotmány után, amikor megváltozik minden, újraosztják a rendszert, átigazítják a válságjogról szovjet joggá, tulajdonképpen a magyar jogrendszert, és megjelennek azok az alapok, azok a tendenciák, amikről itt többen ma szóltak. Utolsó, ugye, kérdés az volt, hogy diktatúra, demokráció volt, diktatúra, vagy száraz út. Ugye ezt nem nagyon lehet konkrétan megválaszolni, de újabb kérdéseket fel lehet vetni. Az első kérdésed az, hogy adottak voltak-e egyáltalán a parlamenti demokrácia és a jogállamiság feltételei 1944-48 között, konkrétan mondjuk 1945, amikor ugye láttuk, hogy az idős kisgazda professzor szerint itt totál nagy demokrácia volt. És hát még többet. Beszélhetünk-e gazdasági alkotmányosságról? Hát igazából az történik, hogy a gazdaságot lopják el. De nem ellopják, kezelik a válságot. Csak az egy pillanatban majd átfordul, és megváltozik az egész politikai rendszer. És egy nagy kérdés, hogy jobb csak közvetítette a politikai és gazdasági változásokat, vagy az egyik legfontosabb hajtóerejévé vált. És ugye ez adja az igazi aktualitását a szocializmus lezárásának, ami megint csak egy gazdasági, politikai és jogi rendszerváltást jelentett, csak éppen máshogyan. Mert ahogy én ezt megéltem, akkor már aktív ifjú jogászként, akkor a jog akcelerátora volt a rendszerváltásnak. Elébe ment a főnök által,
megcsinált társasági törvény, rendszerváltó törvény volt, előbb a gazdaságban ment végbe a rendszerváltás, arra rá tudott épülni a politikai. Hasonlóan 45-48 közötti folyamat is, csak ugye ott azért valami mindig más. Mennyire tipikus a magyar rendszerváltások történetében ez, hogy először a jogszabályok révén építem ki a gazdasági változást, és aztán ráültetek valamit. Mi a kettő közötti különbség, és amennyire én ezt levettem, valóban az, hogy a 45-48 közötti folyamatok végén rátelepítik a szovjet jogot immár a hatalom birtokába. 1982, mert én onnantól számolom, 82-től a gazdaságnak a fokozatos fellazítás, átalakítás viszont megteremti annak a feltételét, hogy immáron, és ismét hála a külpolitikai tényezőnek, lehet beszélni politikai rendszerváltásról, és lehet beszélni egy általános átalakulásról, aminek az lett a vége, hogy annak idején a Szovjet Központi Bizottságban mondták a reformokról, hogy mi elvtársak mindig a legjobbat akartuk, de aztán az lett belőle, ami csak szokott. Köszönöm szépen. És hát egy utolsó gondolat, hogy ugyanúgy, ahogy nem kutatjuk a 45-48 közötti időszakot, nem kutatjuk a igazából a 45-1990 közötti időszakot sem. Próbáljuk összeszedni az autorokat, ilyen szempontból egy borzasztó fontos dolog, hogy hozzájutunk az eredeti forrásokhoz, például egy őrsi eredeti kéziratát az igazságügyi minisztérium őrzi, tulajdonjog fejlődéséből láttam gyönyörű, először megírta, aztán tele van a különböző renegeszett szovjet idézetekkel, tehát az ember mindig tanul, mi akkor is, hogyha egy ilyen kutatásba belebocsátkozik. Nagyon szépen köszönöm. Reflexiók. Csak egy mondatom van, hát a tájékoztató iroda határozata azért meglepte itten a honi protagonistákat is, nem? Tehát a imperializmus láncos kutyája. Hát nem úgy indult, tehát ugye Rákosi elvtárs még a jugoszláv elvtársakat követendő példaként állította 1946-ban, és a magyar nép nagy barátjának, aztán utána már megyek. Szóval meg, igen, hát a Rákosi... Nem csak, hogy mondjam, itt egy ilyen kicsit nagyon egynemű közegben mozogtunk, és ez a külpolitikai, geopolitikai hát, fordulat... Csak ez igazából egy ezért mondtam, hogy majdnem mindenki történt, a külpolitika eldöntötte, de nem akkor, hanem már Potsdamban. Tehát lényegében ez a probléma, hogy itt csak mi kutatjuk azt, hogy hogy zajlott le, de a kiváltó okok azok, azt hiszem, a történelemnek a nagy kibolyamodó jó lesz a végzés. Nem, csak azt mondtam, hogy ez rendkívül érdekes ez a játék, hogy mindenki tudta, hogy mi lesz a vége. És mégis mindenki ellen áll. Ez egyébként csak mellesnek jegyzem, meg a Kovács Imre, ugye, a Magyarország megszállása című memoári, kevés politikai előrelátás, ami bejött. Mindegy Szegfi Gyula, ugye azt mondja, megkövet, hogy hazajött karácsonyra, hogy beszélgettek, és akkor a felesége, ami osztrák volt, és mondta, valamiért tudták, hogy nem kommunista, de nyugatiban mondták, hogy jaj, szegény, mi odaadtunk titeket a szovjeteknek, jaj, de hát mit csináljunk. És akkor erre azt írja a Kovács Imre, hogy és megkérdeztem tőle, hogy ez így van-e, hogy ez így van-e. És meddig fog ezt tartani, ezt a Kovács Imre, mire a Kovács Imre Szegső azt mondta neki, ameddig a szovjet. Abszolút tehát a kevés politika, ha igaz, valószínűleg igaz, de ezt 50 halányban tette közzé Amerikában. Ugye? Mondjuk a politikai keretei nemzetközileg már eléggé tiszták voltak, tehát a Churchill futami beszéd, de az 46, és nem vagyok biztos, hogy március vagy május, de az a 46 eleje, amikor megmondja, hogy itt pasfüggöny van Európában, és ez lényegében annak a bejelentése, hogy ketté osztódott Európa és hidegháborúban. Na most a hidegháborúnak azért Magyarországon konkrétabb jele is voltak, mert ugye abban, hogy egy jogállamban egy idegen, igaz, hogy megszálló hadsereg az egyik pártvezért
46. februárjában el tudja utcolni minden további jogi következmények nélkül. A Varga Béla is nem a Varga, igen, a szocialista de hát ez mutatja, hogy hát a hatalmi viszonyok, ki a formális demokrácia van, meg nemzetülés, meg jogrend, meg bíróságok is működnek, de hogyha megszáll a hatalom van mást, akkor a legdurvábban, a legközvetlenebbül minden jogtiprással együtt megcsinálja azt, amit akar. Tehát a dolgok már 46-ban eldőltek. A hatalmi viszonyok teljesen egyértelműen eldőltek. Igaz, szabad hozzátennem egy dolgot, de teljesen jogszerűen történt, és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény alapján szüntették meg ugye a fél kisgazdapártot a magyar közösség perben, de az volt a lényeg, hogy ők lázadtak a köztársaság ellen, hogy ez mennyire volt igaz, mennyire volt nem igaz, de hogy legális volt a korabeli viszonyok között, az biztos, és ez most nagyon messzire vezetne, hogy mennyire lehet egy diktatúra legális, de volt jogi alapja az eljárásnak. Jó, de a Kovács Béla elhúzásának semmifajta jogi alapja nem volt, és ez megtörtént minden további nélkül. Szóval a lényeges hatalmi viszonyok eldőltek ennek. Mondjam, nem beszélve a nagy ímre, de ellenkezés bőségesen átéljük, tehát hogy jogias eszközökkel hogyan lehet diktatúrát kiépíteni, tehát... Arról szólt az egész, csak arról szólt, hogy kapitalista jogi eszközökkel, tehát annak a jognak a folyamatos átalakítása, ez még nem volt szocialista jog, egyszer csak megteremtődtek a feltételei, annak a politikai duktatúra egyszer ráadja a rendszernek. És ez volt a fantasztikus benne, ez a folyamat. De ezek nagy részre jelentős évben a holti korszak. Így van. Született jogszabályozat, hogy más nem mondja, amikor rövid időt devizahatóságnál dolgoztam, de a devizakódex a szó szerint a holti korszak átlett jogszabályokon alatt. Hát csak még a terminológiája is olyan volt. Hát volt 50-ben, és aztán a 70-es évben egy új kodifikálták, de nem, hát a 30-as gazdasági válság idején vezették be az első devizakodás. Mezdeni Csiván arról írt a devizakodás. Sőt, hát én nem tudom, például a áldrágítás, mint jogi kategória, az is szintén a volt. A tanügyigazgatási jog, amire még a tanácstörvényben is egyértelműen támaszkodnak, azon az 1936-os ilyen vastag rendeleten, tehát egy 150 oldalas rendeleten alapszik, amit a 35-6-os törvény után vezettek be. Tehát a legmélyebbre menő tanfelügyelet, tehát ami azt a szintet éri el, hogy a tanítók lakását ellenőrizni kell, hogy a nézeteik mennyire esnek egybe a tanítóktól elvárható nézetekkel, ez a 35-6-os törvény alapszik. Nem akarok nagyon csúnyákat mondani, de hát a kollektív bűnösség elve, amelyen alapján a zsidókat deportálták, a németek ellen épp úgy használták, és épp olyan szégyenletesen, és hát visszatekintve mondjuk emberjogilag teljesen elfogadhatatlan ugye. Csak azon alapon, hogy valaki egy népfajhoz tartozik, úgynevezett népfajhoz tartozik. És ezek között a koalíciós pártok között csak a szocdemek tiltakoztak valamit. Tiltakoztak a kisgazdák, nem úgy tudták. Ez az, hogy előrevetített a beleszökétumokat, és utána a magyarok ellen is ugyanezt fogják csinálni. Mert szocdemek, tehát ők is csak azért, mert nekik sok. Hát végül is ez egy parancs volt, amit éppen az aktuális hatalmi központ, amit az amerikai szövetségesek voltak, és ezt leadták a szovjet ellenőrző, miért a szovjeteknek így gyakorolták a jogát. Szégyenletes módon, amikor hozzámba elfogadták a nyugatiak is. Tehát ez egész egyszerű. Itt a magyar kormány gyakorlatilag annyiba terhelt a felelősség, hogy semmiben nem tudott így csinálni. Ez volt az első nagy ilyen támadás, és nem kellett venni. Na, hát valóban. Szóval itt a demokráciában már voltak pont Bibó akarta egyébként a sírfeliratára nem a Lukács evangéliumot, hanem ezt az évszámot, a 49-et, amikor ugye a kommunista párt ugye eltűzett fel szólt a neked, és ezért a demokráció is véleményezett. Ez volt a tragédia tulajdonképpen az egész ennek a Bibóféle csapatnak, hogy azt nem értették, hogy a gazdaságban és a nagypolitikában minden eldőlt, azt látták, hogy még minden lehetséges. És ugye
Aztán ez a minden ez egyre szűkebb lett, mert 47-ben akkor bedől a gyakorlatilag a nyugati remény, hogy majd a békeszerződés máshogyan lezár, és az oroszok eltakarodnak. Akkor se veszik észre, hogy vége a zenének, még akkor is próbálkoznak, szalámizzák őket, de még mindig próbálnak demokráciába gondolkodni, holott már esély nincsen. Tehát ez innentől a tragédiájuk, hogy úgy gondolták, hogy élnek, de a zondik a bókipitben már rég hallottak. De ez hogy van az, hogy most meg pont elekezdőnek vagyunk, hogy nincs ez a nemzetközi konstelláció, és mégsem áll ki senki semmi. Jövő az, ami még nem történt meg. Ez a fő probléma az egészben. Adás, ott van, hogy úgy látom, hogy a kulcs születik most ezeken a konferenciákon. Kedves kollégák, nem tudom, hogy valami nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy zárószókat kérek szépen Karádi Viktortól. Zárószót nem tudok mondani, hanem mert hogy én mint egy szolgálmas hallgató itt jegyzeteltem és tanultam dolgokat, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes, kültagok számára rendkívül tanulságos, de talán még beltagok számára is fontos összejövetelek, mert sajnos egy részét a dolgnak nem tudtam követni, pontosan azért, mert az volt a benyomásom, hogy kicsit egymásnak beszéltek, olyan dolgokról beszéltek, amelyek ilyen szuzantandű alapon, hát mindenki tudásában benne vannak, kivéve a kültagokénak. Különösen az emigráns kültagokénak. Nem emigráns. Lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, mert hogy ez számomra mindenképpen, de talán itt a kollektíva számára is hasznos volt ilyenfajta eszmecsere, amelyben azért az a benyomásom, hogy nagyon érdekes revizionista megállapítások is voltak, mind a átmenetről, mind a szociális rendszerről magáról, mind rendszerről, és ilyenfajta megállapításokat általában nem illik ebben a korban elkövetni. Tehát itten talán még újdonságok is felmerültek, amelyeket nyilvánosságban kevésbé lehet hallani. Tehát mindenképpen nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy jó lenne a többi szakmákban is ezt megcsinálni, mint hogy Péter ezt meg is szervezte már, és csak azt tudom mondani, hogy ami a joggal kapcsolatos részben, ugye a történelmi átalakulásokban az részben megtalálható elképzeléseim szerint, illetve ismereteim szerint az egy más disziplinákban is, nevezetesen a szociológiában, ahol hát van egy új kezdés mindenképpen a 60-as években, ugye ez nagyon konkrétan is dokumentálható. Tehát egy csomó időrendi változásokban valószínűleg erős szinkron jelenségeket lehet találni, úgyhogy hát szeretettel meghívunk mindannyiatokat, Péter ugye a főszervező, de hát az ő nevében főként a többi ilyen szakmai összejöveteletre is. Legközelebb jelszem a szociológiában. Holnap után, igen. Holnap után. Az azt hiszem egész napos lesz, igaz? Úgyhogy köszönöm te. Nem csak láttam a nevét. Dolgozott, a közöttől dolgozott, mindenki van, 580 volt.
addig összesen a teljes folyamatban a válasz a fizikallámat, de ilyen nagyon kapatlanul, úgyhogy én a bankállamosításon vállalati életet. Tehát valójában azt lehet mondani, hogy 48 novemberére akkor lép hatályba tulajdonképpen a törvény, hogy márciusban csak egy kormányrendelet van, az alatt neki tudjuk a biztosokat, 48-ban égen a magyar gazdaság. Jó, rendben van, de hát az már 46-tól lehet, 46-tól hogy a folyamat elkezdődött, és hát ez folyamat. Hát szóval folytatottuk ott valamit. És ilyen különböző, hogy megjelenik a gazdaság kormányzásáért, az olyan típusú történelmi van. Folyamatosan mentek, igaz, hogy emigrációval az van, hogy motivációkkal mentek el az emberek, akik nem érintett, ugye a krízis csárdás és a